ustedes. No, yo, todos, yo ya también sé. Yo, pero... Un poco, porque yo me quedo doble con ustedes. No me puedo hacer. Me acuerdo enferma. Y tú lo dices que más te preocupo, no, pero yo escucho tu llamada. No. Slatom se mi mudgas. Azt hiszem, hogy édesapám jött. Ha apád nem kopogtat neked az ablakot. Na, édesapám. Na nem baj, ha de bejöttem, és azt hiszem, hogy te létálod utána. Visszateted a kulcsot, ahova kell. Hát még a nyugdíj nem jött. S ha nem is jön, hogy jön ilyen hamar te Jancsika? Igaz, nálatok hamarabb jött. Itt te hányadikán szokott jönni? Jó, hogy harmadikán, negyedikén szokott jönni most. Igen? És most? Most elment a szabadságra a postás, most a más postáson. Uh-huh. És akkor más. Más felé jársz. Mikor elvégzi, ahol ő van, azután... Mondtam, pontosan mámat. Találkoztam vele, itt ahogy szokott bíjani egy magyar szemüveges, uh-huh. Kell menje még a sportibújróba, és ide is kell, két például kedden fogja hozni. Csak. Na már kedden én is kapok. Igaz, délután, de kedden már kapok. Na, már nekünk később jön, tudod? 13. Másképp mit csináltok? Jó vagytok? Hát jó vagyunk. Hál' Istennek. Én lejöttem, van egy ilyen újság. Hát, hogy anyával roncsak. Mikor annyi hírek vannak a tévében, akkor nem adok én most újságra pénzt. Na. Na jó, azon tüzet. Édesanyám megkérdezte minden nap, hogy nagyanyának ért a nyugdíja. Semmit érdek, megint mit akart? Azt mondtam, hogy még nem. Biztos, hogy kell a pénz. Hát ki tudja, mit akar megint venni. Na hát nem rakták ki, nem rakták ki azt a konyhabútor. Még nem. Itt volt egy illető, nem ismerem, hogy ki volt, és már ottan kezdett bösködni. Édesapám, hogy még én sem nem voltam apának a gyászi misén, se Irén, se János, se a fiam. Így mondta. Hát mi nem mondta, hogy te voltál? Hát én szóltam semmit, én aztán mondjam. És mindenkiről kezdett ottan pecsálni. Hát van is, amit pletykáljon. Hát ki foglalkozik vele, mondd meg. Hát én nem tudom ki. Hát mi foglalkozunk vele. Én legalábbis soha szóba se hozom. Se apádot, se anyádot. Te ha akarsz mondani valamit, de én mondd meg, mikor kérdezek róla. Mondd meg. Na látod, tudod mit mondnak? Szamárbők is nem haladszik Mennyországba, és annyi jót kívánj másnak, amit a Jóisten neked visszaad. De ami rosszat kíván, nem annyit ad neked vissza, hanem sokkal többet. Igen. Úgyhogy ő csak foglalkozom saját magukkal, mert van amivel. Normális dolog. Úgyhogy, mikor voltatok a világításkor a temetőbe? Világításkor voltunk, 5 óra után mentünk ki. Hát igen, mert 5 órakor jöttünk mi el, és nem voltatok még kijöttünk. Édesapám 4 órakor kiment, hogy vegye el a kocsit, egy órába került. Biztos, hogy nézett, maga csak, hogy jönnek-e, vagy mit tudom, még biztos? Hát mi 5 órakor jöttünk el, Jancsika. De kimentünk 1:30-kor. Na. És tetszett a sír, ahogy kinézett, mikor oda mentetek? Nagyapámnál. Szép volt? Édesapám megrepültek ma, hogy nézett ki. Igaz?
volt cserepes virág is, igaz? Igen. Nem is egy, hanem úgy tudom, kettő, és akkor közben kirakta körbe Bela néni, és akkor voltak a kándellák, úgyhogy ne. Úgyhogy ők, ha vittek virágot, jó, hanem úgy is volt nagyapának. Ne. És voltak kint Gini mamáik, nem gyújtottak be az ötje? Igen. 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 Édesanyámmal meg ki pontosan ottan, ottan voltam, és azt mondta, édesanyám, hogy rakd le a virágot, leraktam oda a hokkeret, és már kezdett édesanyám, még előbb ilyen boldogtalan kőkre soha nem láttam idén. Semmilyen bajom. Hogy miért nem tettem, ahogy mit tudom, mint én, ahogy mondta, úgy tettem le, és ki a virágot. Hát de miért nem rakta ő, ha nem tetszett? És aztán ő helyezte. Na, hát aztán ott szól, hogy jobban lássa, mint a férfiak. Na, hogy hull el a haja. Igen. Mert amikor van hajad, akkor melegebb a fejednek, tudod? Igen. Mert amikor marad, és akkor... Ja, Istenem, itt jön el a vég. Lassan, biztos. Na, jól van akkor. Voltak Rózsi nénék, ugye a testedet. Testet, de nem előtt. Hát én nem voltam. Annas ma mondta, hogy itt te voltam Mona és Rózsi néni. Néken. Voltak ott. Mona aztán csak kint volt a konyhában. Azt mondta Rózsi néni, hogy nem jött ide. Ne. És azelőtt volt Bela néni is. Ne. Igen, de nem könnyen beszél belőle, mint Istenem. Igen? Fá. Elég pár, hogy olyan, de rendesen könnyen beszél. És miket mond? Érzéket, így, hogy nem tartjuk a sötétségbe őtöt, így, úgy. Nem tudom, hogy már minden pipilit előhozott. A magács elmegy, majd még esetleg jövő nyáron még jön. Igen. Hát nem itt jó, hogy így van neki könnyű, hogy van még pénze is. Hát normális. És tud kocsival járni, akinek van pénze, és kocsia könnyen tud beszélni. Jó, de könnyen beszél, de az a kocsi pénzbe kerül, Jancsika. Normális dolog. Egyszer a benzin is, igaz? Igen. Mert nem olyan könnyű, mert egyszer Brassóból hazajött, a 200 kilométer. Akkor csütörtökön voltunk világítani, akkor pénteken délben elmentünk vásárhelyre, és szombaton este jöttünk vissza. És vasárnap ment megint Brassóba. Képzeld el, hány száz kilométer? Na. 400, igen, és 600 kilométer. Na, úgyhogy ezt nálam is mondjam, csak nem igaz, hogy nem mondja. Már megszoktam, hogy hallgatok, és nem mondok semmit, és aztán ő is úgy csinálja, ahogy tudja, és én is úgy csinálom, ahogy tudom. Igen. Na, ha mit mondjak? Na. Ittem volt Gyuszi is, pont itt volt Gabi néni is. Mely? Kossa Gabi. Jó. És megkérdezte tőlem, hogy miért nem voltál gyászmisén így, úgy. Semmi nem mondtad, hogy jaj, neki az urának. És anyád volt? Volt. Na,
örvendje, hogy elment anyát. Igen. Na, az csak neki nem volt testvére, vegyük így, tartsák, hogy testvére volt, de az apósának, akinek a házában lakik, annak nem tudott elmenni, igaz? Igen. Na, látod? Akkor legyünk korrektek. Én, mikor már rég nem láttam, amikor meghagy korsak vagy, akkor láttam is kaput. Ha jó, azok Feredában vannak. Fogalmam nincs, hogy hol van. Mintha Feredát mondod, Gabi, hogy ott vannak. A fiú kint van Amerikában, mit tudom én, aztán nem tudom, másik hol, a Gabi Gyergyóban van. Melyik Gabi? Korsak Gabi, ez a Gabinak a lánya. Ja. Vagy udvarhelyen, de... Igen, ha nincs itt honnan. Sajnán egyedül van, érdekes. Én már 9 éve elmúlt, hogy egyedül vagyok. Azért jól vagyok. Igen. Na jó. És hát miért volt itt Gabi Kosabra? Hát egyetem volt itt, mert édesanyám lehívtam. Jó, mert nem szokott járni. Tudom, hogy nem szokott járni. Hát Isten. Fájtad valamit? Alába fogja kiszíteni. Kiszíteni. Ez a törött lába fáj, vagy a más? Ahol volt, megopilálva. Igen. Nagyon csak az időváltozáskor is fáj, és örökké fáj. Na, mondj valamit, Andris. Mondtam, mondjál valamit. Hát zöldjök. Hát valamit mondjál. Fáj valamit? Nem fáj. Nem fáj. Csak a lelke fáj. A lelke fáj. Nem, egy kicsit. Az a fáj. Le, jó. Azt adja oda, hogy egy kicsit emelkedik. Na, mit csinál? Hát ő jót akart nekem. Hát de jót akart neked, hogy egy kicsit mozdítson meg. Igen. Na. De fáj valamit, mikor megmozdít? Itt nem szoktak kaparni, otthon is van spálni. Tudom, hogy ez. Húzd fel azt a plédet, nem fázik a... itt a melyet, nem fázik? Milyen rossz névvel veszi. Na, mit néz most? A tévét nézi. Ahol én látom, még fog egy pár évet élni. Ha mondjam, jó, tehát most mit csinál? Ha senkinek nincs a váltá, igaz? Igen. Na, nyugdíja van. Az, hogy annos mamának fáj, hogy a lelke, hogy ők ketten csináltak ezt a házat, így szépen pontra tették.
és mind a ketten tönkretették. De te, Jancsika, nem mindent mutassál meg. Érted? Az lássa, hogy itt is levágták a kaliberiteket előtte a szem előtt. Azt már rég levágták. Na, azt már rég levágták. Azt tönkre ment a gazán, nem volt hol csinálni a központi fűtés, és akkor levágták. Na. Édesanyám úgy dicsekedett Gyöcsinek, így a Gabi nénének ottan kint, hogy jövőben megcsináljuk a konyhát. Így mondja édesanyám, édesapámnak ott kint, hogy amire kimegyek nyugdíjba, akkor milyen, akkor meg lesz a kis konyhám is. Hogy csinálják meg a konyhát? Hát te, nem? Igen. És akkor Gyuszi nem mondta olyankor semmit? Semmi. Ki fogják fizetni neki? Hát én nem tudom, azt tudom. Papíron a Gyuszié? Pedig nem kellett volna az legyen, mert valamikor déd nagyanyát a nagyapádra hagyta a szobát. Igen. Ott laktak, mint fiatal házasok, egy pár Igen. évig, ameddig építette. Tehát az övék volt. Igen. Most ő magára íratta azt is. Úgyhogy ott írtak innen csak a fürdőtől. Ez a fele. Na, és meg van pofájas, meg jön, pofátlan az egyszeres. Úgy hallottam, hogy úgy mondták, hogy neki van az inkább sok hely, akkor a magyar rossz is helye, akkor nem tudom, hogy milyen. Hát igen. Vannak még sok helye. Hát igen, mert végkerítette. Az az NK-ba is, ami van, az nem az egyedül az egyedül. Az se. És ő valamikor úgy volt, már a demokrácia után, hogyha valahol kiszemeltél egy helyet, és elmentél, és fizettél ott a kadasztrónál, és mit tudom én hol, és a nevedre ingattad. Ha most már ilyesmit nem lehet, de a nevén van. Hát soha az életben nem volt nekik a magyarosok helyek, de most van. Adja a Jóisten, Jancsika, hogy egy lapáttal több földet rakjanak rá, mikor meghal, hogyha lakjon jó földe. Hát a testvérit nem kisemmizte mindenhonnan. Igen. Hát a testvére kellett volna örökölje az anyjának a fele házat. Igen. És nem kapott semmit. Mert Gyuszi mindent elintézett, és magára indított mindent. És ahogy mondták, hogy Gyuszi a testvére el akarta tűntetni innen többi szállók, hogy menjen oda a Salmás, mit tudom, hogy hova. És így mondták, hogy Gyuszi nagy ember akart lenni, hogy ő akart lenni a legnagyobb itt topicán. Hát nagynak érti magát, az biztos, hogy beképzel büszke. És tíleket is mindent akart vezetni, egy nagy patron akart lenni, mint a Gliga. Hát jó, de mennyi minden el volt, és mindent elvettek, igaz? Igen. Na, akkor... Olyan csika, a jó Isten se nem sírt, se nem késik, mindenhova elérkezik. Én még ott bent az inkább Gyuszinak a helyén voltam, azt tudom, hogy hol van, akkor bent a magyar orvososon, azt tudom, hogy hol van, milyen hely. És se tudom. Aztán nem tudom, hogy hol vannak, milyen helyek vannak, azt nem tudom. Mondom, tudod, hogy van, Jancsika? Olyan sok nincsen, hogy el ne fogja. Igen. Tudod? Mert ő se tudja még, hogy nem kerül egy olyan betegségbe, és aztán apránként minden elúszik.
Igen. Úgyhogy még nem tudja, hogy mi várja. Nem tudja. Úgyhogy. De hát ez van. Na. Na jól van akkor. A most ma már élvezem, amikor mondja a gyuszinak az anyagnak, hogy laskani. Hát úgy mondtátok, ti gyermekek. Laskani. Laska mama. Igen. És másik volt lótata. Mert volt neki egy nagy lova, és avval járt, fuvarozó. Nos, úgy keresztétek el, úgy neveztétek el, Laska mama, lótata. Na, úgyhogy, mert ott tett egy finom húslevesekért laskába. Igen. Na, mind laskákat csinált. Igen. Hát jó szakácsné volt. Hát sok éven keresztül a kórháznál volt szakácsné. Úgyhogy dolgozott. Onnan ment ő nyugdíjba. Igen. Mikor volt Vilkéknek a lakadalom, akkor is ő volt a szakácsné. Na, úgyhogy, mert akkor nem volt, hogy vendéglő, tudod? És akkor kint az enkámban volt a kultúrban. Ja, és azt mondja, édesanyám, annak az illetőtől nem ismerem, hogy ki volt, és már kezdett letenni róla, hogy többet ide nem fogjuk védeni a lábát. Kiért? És mikortól nem fogod érteni? Hát fogalmam nincs, hogy mikortól. Hát abban jó nyugodt lehet anyád, hogyha valami történik, én ide az életben nem jövök. Én ebben biztos lehet. Én csak eljövök éppen, hogy ha jövök, hanem mindegy, látod, nem beszél, nem mond semmit. Na. De bár ne legyen az, hogy bár nem jöttem, nem néztem meg. Na, úgyhogy mondom, rezolválni semmit se rezolvál. De édesapám is beképzel, ahogy látom. Hát mindig is az volt. Mindig is az volt, Jacsika. Mint ha ők szabták volna a spanyol vihat. Pontos. De hát ez volt. Mit csinálják? Ilyen emberek, ők is. Kész. Na, úgyhogy. Fájó, hátsója. Biztos, Jancsika, csak ő tudja mindenkivel. Csak ő tudja. Ezeket mind meg kell mondjakoknak, hogy mi fáj. Jancsika, az ő baj. Na. Mit mondja? Még elgondolni is rossz, ilyen sokat valaki álljában legyen. Van, aki 18 évet ült az ágyban. Hát jó, de még az elérik még a 90 évet is az ágyban. Hát ott van a sógorasszonyom, a Vilpatának a leján, a nagyobbik leján testvére, meg két leján. És az komplex meg van menve, érted? Nem tudsz gondolkozni. A régi világban én így nem jár el hazulról már vagy 30 éve. De otthon az udvarban jár, még fát is vágod, és ételt csinált, szóval rendeztem magát. Most komplet ki van kapcsolva. És a leánya kint van Angliában, mert az unokája kicsi is kell ügyeljen leja. Akkor fogadtak asszonyt mellé. Jancsika nem aludtik ott az asszony,
reggel menjen, ad reggelit, beadja a gyógyszert. Ha kell valamit főzni, megfőzi, ad délbe ebédet, beadja a gyógyszert, és elmenjen. Igen. Este újra visszamenjen, hogy tudjon adni vacsorát és gyógyszert. Igen. 700 le kell fizetni. Hát megéri a 700 le. Igaz? Igen. Mert nincs az, hogy terhére van valakinek, vagy nincsen. Igen. Nos, ez ügyes, ügyes fehérnép, a magyarorsi születési levő, csak aztán férfez, mert csak Kornisán laknak, és ez ügyelt volt az öreg Lökös Andornéra, az is ágyba fekvő volt, mint nagyanyám. Nem, az a Lökös, hogy hívja Lökös, hogy hány évig volt az ágyba? Sokat, vagy 18. Hát nem mondom, hogy egyedül ő ügyelt annyi évet, de ő volt mellette. És akkor volt Petruca tanár, az is aztán ágyba volt, és arra is ő ügyelt. De ugyanott, hogy ott is kellett lenni a vécére, így, úgy, amúgy. Hát ha ágyba fekvő volt. Igen. Na. Biztos, hogy ezzel rosszul szoktak lenni, akik az ágyba fekvő. Ki tudja, Jancsi? Hát én, ha tudnám, attól lehet jutni is hozzá. Hát azért mondom, tudod, hogy neki is amennyi nyugdíja van, ha felét odaadta volna, és neki a fel elég volna. Igen. És így mondja édesanyám, hogy itten előtte, annak mondom előtte édesanyának, hogy mit mondod Márta. Hogy ezzel lej kap Márta, és így úgy, és azelőtt így mondja édesanyám, hogy nem vigyázzak ezzelét, mert 1500-eit. Ó, menne, Jancsika. Ha valakit kerítette, csak a sogorasszonyomhoz, de azután került ez az asszony. És akkor arról volt szó, hogy éjjel-nappal ott kell lenni. Igen. És úgy vállalta el valaki 1000 lejét. De az éjjel-nappal, aztán nem jött csak vagy 2 hetet, aztán a másik sogorasszonyom kirakta, na, mert nem úgy viselkedett, hogy kellett volna, de ez rendes, komoly fehérnék. Na, tudom a sogorasszonyomtól, hogy mennyit vállalta el? 700 lett. Elég annak is annyit járni, nem? Amikor volt kommunista rendszer, volt ennyi állapotekmű betegség, nem volt? Nagyon csak lehet, hogy volt, csak mi fiatalok voltunk, dolgoztunk, tehát mondjuk nem érdekelt minket igen. Az öregét, tudod? Na, nálunk a családban nem volt. Isten nyugtassa Felit Atalja, a kommunista rendszerben volt beteg, mert 63 éves volt, mikor lefalonizálódott. Igen. Na, és akkor elvitték vásárhelyre, és akkor ottan jobban lett, és tudott járni, nem volt probléma. Hát emlékszek, mikor volt a forradalom, akkor kimentünk délután a városba, és édesapám is jött, te Jancsika olyan boldog volt, mikor látta a zászlókot kiukasztva az a címer kiszedve belőle, hogy ő mit lát, hogy mit ért meg. Na ez volt a forradalomkor, az mikor volt decemberben, igaz? 27, ezeket az adatok, és nem tudom, hogy milyen fura jel volt ott, hogy ízik, mert tűz volt ott mindenféle, hogy ízik, mert hogy na, de valami jel volt, nem? Na, és máma január, vagyis akkor januárban már meg is volt. Na, én, hát tűzoltók akkor mentek, mikor leégett a gyár. Igen. Akkor mi arról aludtunk a nagyszobába, s Vilikék még felklaptak. És ha nem hallottunk még semmit, és akkor felkeltem valamiért, néztem ki az ablakos, tiszta piros volt az egész
ég arra lefelé. Mondtam nagyülinek, de Lili, valahol tűz kell legyen, mert nézd meg, hogy milyen piros. Aztán ő is felkelt, s mentén dolgozni, na persze arra már meg volt a nagy baj. Na, úgyhogy, s akkor mentek, tűzoltok, s minden, csak hát, hát száraz volt minden, az éget mindannyian vagy. Úgyhogy. Rendesen olyan világosság volt kiden este volt. Hát éger gyúlt meg. Szóval ő meggyúlt, de alul a pincébe égett. És akkor került ki, mikor kicsapott a láng, tudod? Akkor lett aztán olyan világosság. Igen. Na, úgyhogy. De hát a jó Isten mindenkit őrizze meg a tűztől. Egyik évben volt, akkor mint Vilke itthon volt. És hát tavasz volt, hátul voltam a kertben, gyomlálta. És egyszer kiabál, hogy jöjjek előre. Gondoltam, Istenem, milyen baja lehet, hogy jöjjek előre. Na, el is jött. Ott megálltunk az oszlopnál, azt mondja, gyere ide kicsit, oda menjek. Azt mondja, nekem mondd meg, hogy kinek ég a háza ott kint a bánfiten. És mondom neki, hogy kinek, mondom, mert az annak a háza. Hát akkor még nem volt probléma, de már a lomb kicsapott a tetején is, füst is volt, de ő ágyba fekvő volt a fehérnyi, parázós volt. És hason csúszva kicsúszott a házból. Na, akkor a Jóisten megsegítette. Az rá nem sokára meghalt, de nem égett el. És akkor képzeld el, hogy ahogy ő kinyitotta az ajtót, csak ő tudja, hogy, akkor az a levegő, hogy bécsapott, Jancsika, úgy jött ki a lang, ajtón, ablakok kitörtek, úgy jött ki mindenhol, érted, ha ki tudja, mi lett. Aztán leégett komplett. Mentek a tűzoltók, ótották, de semmit sem tudtak megmenteni belőle. Aztán annyira rendes volt a primár, hogy adott nekik épületanyagot, és tiszta új házat építettek. Na, ilyen kéne, olyan kéne, kéne minden primár. Hát igen, na, de mondom, hogy Isten őriz mindenkit a víztől és a tűztől. Igen. De a vizet se lehet megállítani. Az a legjobb, hogy a... Igen, de Jancsik, amikor a tűz is kell oltsák, ami nem ég el, minden tönkre menjen. Igen. Mert attól a víztől, koromtól, mindentől semmi nem marad meg. Igen. Na, úgyhogy. De hát, mit csináljunk? Ez van. Na. Izé, buszú, bent van a kórházban. Hát igen, meg kellett műtsék a szívére. Szívinfarktus kapott. Na, mondta, jó, akkor elfogad. Búszú, Florina, akkor mi a protéz? Aki mondja az időjárás. Hát ő Bakóba színész is volt, mert valami filmet forgatta. És ott volt Bakóba, és ahogy hazaért... Nem Bakóba, Krajován volt. Úgy írja az internet, úgy mondta még rá Krajován, ott nem. Akkor, mikor ide ért, akkor már nem volt, aki mondja az időjárást, rosszul lett, s bévitték, s aztán azonnal műtötték is. Na, és azért mondja az a Dániel az időjárást. Igen. Na, úgyhogy. Hát, látod-e, lehet akármennyi pénzed, mert azoknak van. A nagy fizetésekor. Igen. De mikor jön a betegség, igaz? Céljában van pénzed. Ha a jó Isten megment, jó is, ha nem. Jó, Jónikával szoktunk beszélni. Hiá, ezt, hogy az ember egy
egy gyenge kicsi lény. Hát is. Hiába teszi magát nagy Istennek, beképzetetnek hív. Egy van. Semmi értelme sincs. Hát nincsen, hát normális, de mi mondhatsz, amelyik olyan Jancsika, úgyis olyan marad. Na, beképzeld, tökendé. Nincs legy. De hát ez van. Na. Na jó van, akkor kibeszélgettük magunkat. Szoktam nézni a lapont, hogy van egy szúnyom. Van egy pok, vagy valami épp pokháló szokott ott lebenni, vagy a szúnyogot leízelni, vagy valami. Ez a nagyon rossz néven vesz mindent, ez a baj. Értékem, anyacska. Érted? Akkor is, és az, hogy ő tehetek. Érted? Nehogy azt gondolsz, hogy be nem gondolkodik, hogy valami még így még. Dehogy nem, sok minden fáj az ember. De ahogy Gizi elment, számolja a heteket, hogy mikor ment el. Mikor jön vissza. És amikor meghallottam ezt, hogy gondoltam magam, hogy ő tud gondolkozni. Hát persze, hogy tud. Azaz, hogy ezekkel a lelki fájdalmokkal, a fizikai fájdalmokkal küzdöd. És a betegséget. És a lelki fájdalom sokszor rosszabbat csinál, mint a testi fájdalom. Tudod? Mert az embernek jár az agya, gondolkodik. Na, nem szól, nem panaszkodik, de csak ő tudja, hogy mit érez ő eljön. Csak ő tudja. És a pap lassa is tudja. Hát nos. Én is látom, és tudom, hogy milyen helyzetben van. De édesanyám nem tudják, hogy milyen helyzetben van. Hát amennyit vannak vele. Na, enni ad anyám délbe, igaz? Igen. Vagy délután, az nem dél. Az már jó délután. Fél ötkor olyan szokott adni ételt. Ahelyett jön a haza, és melegítse az ételt, és adjon el ebédet. Úgy 4 óra, akkor nem, 4:30. Így van. Ahogy haza jön, már bémegy a vécére, és ül 1/2 óra. Keresztrejfényezik. Igen. Úgyhogy. Hát ő nem éhes, ma éhes volna, akkor biztos adja a betét. De ők oda fent jól bizzagaiznak a munkába, és akkor persze, hogy nem is. Azt hiszik ők, hogy így engem édes, amikor én felvettem ezt, hogy kicsit hidegig is volt, és édesapám megtöltött, hogy tehát hát mit veszed fel, így, úgy is, amúgy édesanyám rájött, hogy Laci, még én is fázok. Ugye? Azt hiszi édesapám, hogy ő nem fázik, senki nem fázik. Ha neki fáj a foga, akkor mindenki fáj, akkor mindenkinek fáj a foga. Ha ő részeg, akkor mindenki részeg. Hát egy kicsi szárény. És azt hiszi édesapám, hogy mindenki ő az. Hallod, de ő is olyan muritor, de rönt. Ő is meghalni, mi is. Elfelejtik, s a regisztrálni. Igen. Úgyhogy.
itten édesapámmal van a hiba, mert édesapám irányítja édesanyámot, hogy... Anyád, apádot, hadd előtt megértik. Igen. Ők egyik se alábbal. Kide, Jancsika, kide. Na, úgyhogy. De ők se tudják, meddig élnek, hogy léptük, ők se tudják. Igen. Most fiatalok, tudod mi? És bírják. Édesapám, így mondja annak az életemnek, hogy nem is merem ki, hogy és már elege van a telefonból így, úgy, amikor megy a bárba ide, akkor itthon hagyja a telefont. Hogy ne zavarják a bárba. Igen, és akkor a múltba édesapám, hogy a múlt sokat, a jobb volt így, úgy. Jó volt, de eltelt. Eltelt, most jelenben vagyunk, jövőben. Most ezt kell, jó legyen, ami van. Na, hát nincs amit csinálni. Na. Hiába sírom én is vissza, hogy milyen jó volt, mikor dolgoztam. Igen, és akkor díszítjük a karácsonyfát, mind ezeket a bolmi elmeket rakja fel, hogy érezze, hogy a múltba élik. Esetleg ők még kommunista. Ó, kommunista, nem is tudom, ha volt már pártra, azt sem tudok, Jancsik. Kommunista. Ez az ő felfogásos kérdés. Ebből nem lehet kimondítani. Ő így gondolkozik, úgy gondolja, hogy jó, és akkor ha én megmutatom a papnak édesapám előtt azt a felvételt, lehet... Mondtam, hogy nem mutasd meg, Jancsika. Még nem mutattam meg. Ne is mutasd meg, magadnak csinálsz rosszat. Én előtt szépen megmondtam neked. Még hál' is tenne, még nem jutott el az idő. Ne is jöjjön el az idő, Jancsika, mert akárhogy van, rajok vagy szorulva. Igaz? Ők adnak, hogy egyéb. Van, hol lakjál, igaz? És akkor? Azaz, hogy... Lesz egy nagy cirkusz, kiraknak, mit csinálsz? Hova mi? Ki fog gondoskodni róla? Hát nem tudom. Na látod, erre kell gondolkodni. Hagyjad, mondjanak, te csináljad a te dolgodat, amit tudsz, és ne foglalkozz ilyesmivel. Mert őtöt úgy se változtatod meg. Ja, igen. Édesapámnak megmondtam, hogy édesapám mit akar? Mindenkit meg akar változtatni? Azt mondta édesanyám nekem, hogy nagyanyád részére akar megváltoztatni mindenkit. Amit? Hogy értsen? Hát nem tudom, hogy mit akar édesapám, de meg akar változtatni mindenkit. Miért akarja? Mit akar benne? Hogy biztos, hogy ezt akar édesapám, hogy ne csúfolják őt, ne izélik. Hát de ki csúfolja őt? Hát nem tudom. Hát mondd meg, ki foglalkozik vele? Senki. Na. Hát engem az se érdekel, ha 10 konyhabútort vesznek, se az olyan fejpasztalszékeket megdicsértem, igaz? Igen. Engem ez nem bánt, hogyha ők vesznek, haladnak, ma azt mondtam, fiatalok. Igen. Csinálják, ameddig tudják. Igen, az, hogy édesapám egy olyan ember, hogy teszi a boldogtalan, és így tud mindent, de teszi a boldogtalan, és elvár mindenkitől, hogy csináljanak valamit, és ők nem. Hát
és ő senki. És régebb sokszor édesapám kijelentette, hogy én nem segítek senkin semmit. Az ne segítsen, azért nem halnak meg az emberek, amit nem segít. Igen. Segítsen saját magát. Saját magát. Igen. Az anyját. Én még egyszer sem nem hallottam édesapámtól, hogy drága jó édesanyám, én is csatlakoznék a rozsizsi a fűzérehez, hogy imádkozz. Ezt nem hallottam. Azt nem is fogod meghallani soha. Se a pártól, se anyám. És amikor megint eldugult a kanál is, és édesapám kicsit részen volt, fel volt mérgelődve, hát mi van itt ebben a házban? Az átkozás? Ördög van itt ebben a házban? Hogy semmi nem megy, mi fordítva megy? És Csika, minden idő után tönkre megy. Ha nem javítod állandóan, hát normális tönkre megy. És már ahogy rakták a vétére, amikor imádkozni már édesanyám, így mondja édesapámnak, hogy azért nem, mert egész nap bűnyörgödni a rózsafűzés. És mi köze hozzá? Mondd meg, mit csináljon. Hát én nem tudom. Ágyhoznom köze, igaz? Mondd meg, mit tudjon csinálni. Még avval elfoglalja magát. Igen. De mikor anyád megöregedik, apád, még azt sem fogják tudni, hogy kell mondani a rózsafűzést. Igen. Úgyhogy nem tudják, adja jobb Isten, hogy ne kerüljenek ilyen helyzetbe. Igen. De nem lehet tudni, Jacska. Nem lehet. Úgyhogy. Na jól van, menjek, félecs. És édesapám is meg volt indulva, hogy a nyugdíj nem jött. Sőt, mit akarnak? Minek kell a pénz? Mit akarnak lenni? Hát én nem tudom, de rekord bűnözésben viszik mindent. Jancsika, amiért te nem dolgozol rejes várat, hogy úgy jöjjön a pénz, abban nincs szerencsé. Abban nincs szerencsé. Érted? Na, nem is tudod értékelni. Na. És azt mondja élem sanyám nekem, hogy menj, fogjál neki munkát keresni, itt, hogy tudjak elmenni, mert te vagy a fő kezem, így úgy, hogy tudjunk elmenni, mit tudom hova, így úgy, amikor én gondoltam magammal, nekem van itt helységem is ki. Hát pontosan, mit akarunk? Na, akkor, amikor kitudódott, hogy a Leánka terhes tőle, miért nem mondták, hogy vedd el feleségül? És lett volna a családod. Lehet azóta te is valahol ott vonnál, és dolgoznátok. Igen. Volna a fizetésetek, másképp volna, de nem, anyádnak nem tetszett. Semmi nem tetszik. Akkor most fogja meg a száját, és hallgass. Kerítsen ő, ha mindenképpen akar küldeni. De ha ők elmennek haza, és hazönnek este, itt a tél, hát ki tesz egy tüzet? Senki, én vagyok egyedül vele. Azt mondom, ki tesz egy tüzet? Na? Úgyhogy ő hiába mondja, hogy gondozzuk, akárki kérdezi meg, hogy mit csinál nagyanyád, azt mondja, gondozzuk! Hát amennyit ő gondozza, Jancsika, ő nincs mellette, mert te vagy mellette. Igen. Na látod. Mit keresel a Annos mama,
Kérdeztem, hogy mit keresel. Kérdeztem, hogy mit keresel, hogy ott néztél valamit. Na, semmit? Na, jó. Milyen boldog nézni? Ha valaki beszél velem, milyen boldog? Nem mert, vagy nem akar? Nem mert. Fölhúzod pártétomot, kidobozol, és a máma az után, Azt. Na. Nem mert, fogni fel, mivel. Nem ezek ennyi. Se? Hallod-e, Arnos? Ha látod, hogy nem hallgatnak rá, hát kérd meg ezt a gyermeket, s hozzon. Egy pártétomos kenyeret ő is meg tud kenni. Érted? De nem azt, mikor azt kérdezték, hogy mit teszel, hát ami van. Nem. Mondd meg. Tudod, hogy olyan még van. Azért, mert vitegezzél, vagy mondd le valami. Csak azt mondja, hogy szerintétek ezek. Amikor azt mondja, hogy tudjuk, hogy megyeszem. Hát az negyedik időka volt. Na, mondom, jó volt, az a legbarányít ki. Mondom, jó, megetem. Hallgat akkor el. Elhiszem, Anas. Elhiszem. Én se eszek sokat, mert nem eszek sokat. Nem tudom? Szólni, na, reggel megcsinálok, ha egy olyan szállat kenyeret, ahogy van, szalámival, vajjal, megeszem azt, iszok egy csipor téját, vagy tejet, kész, ez a reggeli. De délbe ebédel kétfogásos ebédet. Ma is van lucsos káposztám, olyan csokanéllel, és utána van lecsó csinálva. És akkor estére vagy egy bundás kenyeret csinálok, ha nem tetszik, akkor valamit kapok a jövőbe, túrót, vagy sajtot, zakuszkát, mikor amit. De vannak a két egyik a... Nem tudom, mi van benne. Miben? Ez volt a dobozba. Milyen dobozba? Hol? Dobozba, hol? Két dobozba van, nem tudom. Vájbert ilyen, mint én. Ki hozta? Rózsi? Na. Két Pate Ode Port, vagy valami ilyesmi kettőt, aztán nem tudom, hogy miket hozott, ott találtam én. Igen. Nos, azért mondom, ha nincs mást, akkor egyéb pástétomos kenyeret vagy. Lehet kapni finom tepercsököt, az is finom vacsorára, érted? Na, s ha nem vajat, margarit, de... Egyél egy szelet kenyeret, meg egy csipor tejjel, vagy tejjával, vagy... Szóval legyen valami a gyomorban. Legyen valami. Na. Mert neked nem szabad annyi pityókát, fuszulikát ezt. Én nem mondom, hogy ne edd meg mondjuk délben. Jó, megérted. De annál többet már nem szabad, mert cukros vagy, és a puszújkas, a pityókas, az ilyesmik felhítik a cukrot. Én hát, tudom, hogy hozzá... Isten nyugtassa, Vilinek is volt, de én ilyeneket nem adtam neki. Gyermények volt a hegyemek. Na, úgyhogy... Mit csináljunk? Mi mondhatunk mi, mert úgyis annyi, nem? Igen. Mi ízé Adira popesztú gyermeket várni, mert az a... Tudom melyik. Volt színésznős. Minek, mi volt a filmnek a neve? Numájú Bíre, mert azt 2004-ben csinálták. Na. Az a legelső román telenovela volt. Igen. Hogy Dana Bradu volt a másik, akkor Anna Dobrávó. Igen.
Andrea'da mahkûm, Andrea mitumiye. Ilyen architekt volt, mi milyen szép luxus házba raktam, tudtam. Bimet csináltam. Ezek az övék, ahogy csinál, ahol forgassák, például egy házba ilyen, mit tudom mondani? Igen, az egy lakás, vagy valami? Hát lakás normális. Valakitől vagy filiálva van, vagy mondjuk meg van vége a stúdiónak, és akkor ott van. Igen. Na, úgyhogy. Leginkább a filiálnak van az ott. Hát igen. Jó, kisütött egy kicsit a nap, mert olyan hideg volt a reggel, amikor kinyitom az ajtót, na, mondom, csak a vissza a kis ajtót is. Igen. Erős hideg volt. Na, úgyhogy. Na, menjek, megjártam magamot, mert csak ide jöttem, és abban menjek vissza. Még fogok neki valaminek. Na. Már majdnem semmit se lehet csinálni, mert hideg van, tudod? Na, úgyhogy ez van. Édesapám rendelt meg egy más tévét. Hol van Facebook? Egy ilyen smart tévét, amelyik internettel kapcsolatosan be tud menni. Ez nem megy az internettel. És minek kell nekik internet? Mit keresnek az interneten? Hát igen. Hát biztos azért várják a nyugdíjt, hogy legyen ő kifizessék. Jancsika nekem a régi tévén van. Igen. Úgy értve, az le van téve, mert egyik kéne ekrán cserélni, azt mondta, levettem, ahol nem érdemes, akkor a másikot el kellett volna vinni, mert vesztette el egyszer-egyszer a hangot, de vissza is jön. Azt is elvette, levette, bérakta a szobába, a nagy szobába, a földre, és adott ő egy Samsungot. Az az övé, és azt mondta, mama, én a szobában nem nézem a tévét, mert a konyhámban olyan nagy plazmájuk van, és azt mondja, gyere, én odaadom neked. Na, és nagyon jó, nem kell se plazma, se nem, se nem az. Ugyanazt látom. És akkor, minek rakjam belé a pénzt, mondd meg. És amikor kapcsoljuk be ezt a tévét, Ez mint hogyha túlrántod, úgy mint hogyha még az ekrán is így csinál, így rizet. Valami van már benne, tudod? Igen. Na, mert nekem is mondom úgy volt, és voltak állomások, ilyen adók, ahol szólt, úgy, ahogy te mondod. És akkor mentem tovább, sokkal jól ment. És most helyre jöttem, biztos ki volt hűve, és most helyre jöttem. Hogy... Úgyhogy azt kellett volna nekem is, hogy Ervin is azt mondta, lemente mama, mikor lesz annyi pénzed, akkor ne csináltasd meg, hanem vegyél újat. Igen. Én neked adtam ezt, tegedet kitartna, azok jó. Igen, és volt régebb egy színes tévé, mint a Provin Bright-ot kaptuk, ott a volt, és két fejfel fekete tévé, ami ott a volt. Igen. Hát azok én nem tudom, hogy hol vannak. Hát hallod, de nem is kell, úgy se lássa a nagyanyád a feje hátára, úgy se lássa. Na, ezt lássa itt. Na, úgyhogy... Hát, Istenem, hallod egy Jancsika, mindenki azt csinál, amit akar. Igen, és amikor mondtam bennem itten, hogy próbáltam a saját urával így megegyezni, így úgy nem jött, így hát gondoltam magam, hát
máš někoho, co rád jenom jde, že ho nic nemá. A to nic víc mojí. No, a to jeho idejí, a kovesin, a nuž mama vás, kde mit csinálsz, hogy vas, minden, nincs mit domáljon, hogy mi van, vagy mi volt ott, vagy, na. Inkább gondoltam magam, hogy Jézus mit mondott, hogy bocsássatok meg egymásnak 77 hétszer. Hát igen, itt kéne. Na. Istenem, adja tett, akinek nincsen. Igen. Na. Miért? Na, felhúztam. Kellem. Nincs. Nehogy milyen boldog. Igen.